hogy kenyér legyen, tudjatok kenyeret enni, először meg kellett dagasztani. És valószínűleg, mint amit dagasztották, beadták egy ilyen szakajtóba, ezt úgy hívják, hogy szakajtó. Ebből adták bele, ezt még hagyták dagadni, mert minden megdagadt, szépen följött a kenyeret, véglapátra, utána rakták be a kemencébe. Ez a tárgy is annak a kiállításnak az anyagából való, amelyet a közelmúltban nyitottak meg a Városi Múzeumban, természetből otthonunkba, a gyékény, a vessző és a nád felhasználása egy paraszti udvarban címmel. A tárlathoz kapcsolódóan hirdették meg a legújabb, 4 hetet felölelő múzeum pedagógiai sorozatot tárlatvezetéssel és kézműves foglalkozással. Foglalkozás egy 10 perces negyed órás tárvezetéssel kezdődik. Inkább beszélgetünk, mint hogy előadnánk a látottakat. Megkérdezem őket, hogy mit ismernek, amit nem ismernek, azt elmondom nekik, és utána jövünk ki a napra, mert hogy jó idő van, és itt kezdődik a foglalkozás. Az első hét témájául a kerítésfonást választották a szakemberek. Az ehhez szükséges anyagokat a múzeum dolgozói együtt gyűjtötték össze, készítették elő. A Ring István munkatársunk előre elkészített kerítés alapokat. Ez nagyon egyszerű fából álló kis 5 karót tartalmazó valami, és erre kell a gyerekeknek fűzveszőből rátenszőni az ágakat, spirál technikával, illetve egy hullámvonallal rá kell fűzni egyet ide, egyet oda. Nagyon egyszerű, és a tanulói csoportból tapasztalva úgy látom, hogy nagy örömet okoz nekik. Innél kezdted, akkor most ezt hátul. Mehet itt, jó? És akkor innen. És most. Jó? Hagyjad. A következő héten a csoportok az alátét hurkolás technikáját sajátíthatják el, amit 6-18, majd a virágtartó fonás következik, amit már inkább 11-18 éveseknek ajánlanak, végül pedig kosárkötés lesz hasonló korosztálynak. A foglalkozásokra még lehet jelentkezni a múzeumban legalább 2 nappal az adott időpont előtt, a részletes program az intézmény honlapján megtalálható. Csak tárlatvezetést is lehet kérni, ez a lehetőség június 2-ig szól.